Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ez is az első olyan videó, amire pár kérdést fogok megválaszolni. Ebben az esetben konkrétan a Reviva modellel kapcsolatban. Ugye jöttek kommentbe is kérdések, még privát üzenetbe is jöttek kérdések, hogy egyes megoldásokra. Úgy döntöttem, hogy összevárok egy csokoravalót, és akkor mindent megválaszolom, nem külön-külön megírva, hanem akkor így videó formájában. Az első kérdés arra jött, hogy az első, a főfutó, hogy milyen. Ez, kérlek szépen benneteket, ez a Kiosónak a főfutója, és azért kedvelem ezt a stílus, meg ezt a fajta első futót, mert egy, hogy kellő szögben dől előre, úgyhogy nem kell plusz hozzá hajlogatni, illetve nem kell úgy alakítani a felfekvési téki, hogy előrejön valamennyire, hogy ugye stabilabb legyen guruláskor. Hátsó futóban az is szeretném az ilyen fajtát használni, mert ezzel tehermentesítve van az oldalkormány, hogyha véletlenül rosszabb is a terep, vagy a felszálló pálya, akkor ezzel a kis rugó segítségével ugye tud mozogni, úgyhogy nem fogja rángatni össze-vissza a kerék a rossz talaj miatt. Az aksi kamerájának a fedelénél annyi módosítást csináltam csak, hogy elől rárgoztattam egy kis ilyen kis darab balzát, ahova felfekszik a kis ajtónak az eleje, mert most attól függ, hogy mekkora batterit tesztek bele, aksit tesztek bele, akkor lehet, hogy rá is fekszik, és akkor nem mozog, viszont ennek úgy nem tetszett, hogy úgy az úgy a két mágnes ellenére, ami ugye hátulról fogja, hogy az ott úgy tud mozogni, és ezzel az alulról való megtámasztással ezt megátoltam, hogy mozogjon. Alul pedig, ahol lett volna a kamra, ahol ugye esetleg dobálta volna ki a cukorkákat, amit tudott volna nyílni, azt én nem csináltam meg annak, hanem egy pici átalakítással megoldottam, hogy ott legyen hozzáférésem a kábelek behúzásához, illetve a szárny alsó állapotába való összerakáskor ugye ott tudom a csavarokat rögzíteni a törzshöz. Vévő kamera fedelét azt kis mágnéssel oldottam meg, úgyhogy ott van bent, ott lakik bent mindenki, és egyszerűen csak lecsukódik, úgyhogy, és a szélesem emeli fel. Ugye, ha néztétek a teszt videót az első repülésről, akkor ott láttátok, hogy leszabályozott a szabályzó, és kétszerűszállás kellett véghez vinnem a repülővel. Megláttam az okát, ugyanis az volt, hogy amikor én a wattméterre rákapcsoltam, akkor egy ilyen 60%-os aksival próbáltam ki, hogy mennyi wattot húz meg a motor nyílgázon. Teljes aksi töltöttségnél ez az érték nagyobb volt, és az ESC hiába írja rajta azt, hogy 30-40 amper, egyszerűen nem tudta. Úgyhogy most belekerült egy 60 amperos, amit azért hát művészet volt oda helyre beszuszakolni, de megoldottam, úgyhogy innentől kezdve már ez a leszabályozási problémának nem kellene előfordulni, úgyhogy akkor már jobban tudok odafigyelni a gép viselkedésére, illetve akkor már bírom elkezdeni próbálgatni azt is, hogy ívelővel hogy viselkedik, hogy nem viselkedik, hol van a gépnek az a minimális sebessége. Rengeteg fotó lett feltöltve egy albumban modellépítéséről, illetve befejezéséről. A leírásban megtaláljátok a linket, de hogyha esetleg még valamire szükségetek van, akkor nyugodtan írjátok még, és akkor lefényképezem az a legkevesebb. Közben még ami történt, az volt, hogy az egyik óbecsei kollégától megkaptuk a matricákat, amit rá is avasztottunk különben a modellre, és ez kicsit még jobban feldobta az egészet, nem is kicsit. Úgyhogy Balintnak külön köszönet, hogy elküldte a fájlokat a vágásra, így azért sokkal egyszerű volt a történet. Kicsit módosítottunk a vágáson, illetve a kivitelezésen olyan szempontból, hogy egyes matricák nem egyből lettek kivágva, hanem külön részekből, és akkor az Erika konkrétan ugye helyre vigyeztette például a kisbábúkat, még ilyesmi. Egy élmény volt dolgozni ezen a gépen mindenképp, úgyhogy várjuk a lehetőséget, az első alkalmat, hogy az idő szép legyen, és akkor visszük ki megint
az egyik vagy a másik helyszínre, ahol szoktuk reptetni repülőket, és következik az újabb teszt. Ami illeti a szervó problémát, azt innentől kezdve elengedtem, ugye azt már abban a videóban is mondtam, amikor próbáltam megoldani, ugye több tipp után próbáltam összekötni, megcsinálni, hogy jó legyen. Ha esetleg van még bármi kérdésétek, nyugodtan kommentbe írjátok, mi tudjátok, megpróbálom őket megválaszolni, hogyha több kérdés szintén összejön, akkor készül egy másik kérdezfelelek videó, úgyhogy találkozunk nem sokára, addig is legyetek jók, sziasztok!